Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat. Budapesten élek családommal. Én az irodától mondjuk egy ilyen 5-6 kilométerre. Tehát nem messze. 34 éve vagyunk házasok feleségemmel. És elmondhatjuk azt, hogy boldog családi életünk van, ez nem mindig volt így, sokat tettünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Van két fiúgyermekünk, akik már nagykorúak. És 1987-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni. 91-től dolgozom csapatban, azóta van saját szervezésű csapatom. 93-tól vezetek, tanítok embereket. Hát azóta volt szerencsém több mint 70 ezer ember képzésében személyesen részt venni. És több százezer embernek juttattunk el valamilyen életjobbító lehetőséget a csapatommal. 4 különböző területen lettünk piacvezetők a vezetésemmel az elmúlt 25 évben. Amit most csinálunk, az is piacvezetői pozíció. És egy olyan dolgot csinálunk, amit én nagyon szeretek, de majd jobban megismerkednek ezzel a dologgal. Van nekünk egy szervezetünk, úgy hívják, hogy PPH, Problem Prevention Holding. És van nekünk egy akadémiánk, úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia. Mind a kettő csinál egy bizonyos tevékenységet. És de ez a két dolog az összefüggő. Ha nézzük meg, mit is csinálunk. Tehát a Nyílt Akadémiában vannak képzések. Olyan képzések, ami teljesen egyedülálló. Sőt, azt mondhatnám így, ahogy csináljuk, amilyen módon csináljuk ezeket a képzéseket, ez világviszonylatban, tehát föld, bolygó viszonylatban teljesen egyedülálló. Maga a képzés, amit tartunk, hát az is eléggé egyedülálló, bár ehhez hasonlók vannak, de csak hasonlók. Mit is csinálunk, miért tartunk képzéseket? Tehát ugye a hosszú neve ennek az akadémiának, Nemzetközi Nyílt Coach Akadémia. Mi az, hogy coach? A coach azt jelenti, hogy a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát mi egy ember és életjobbító szakmát nyújtunk az embereknek, szó szerint szakma, államilag elfogadott szakmát nyújtunk az embereknek. Ez azt jelenti, hogy vagy államilag elismert szakmát nyújtunk az embereknek. 2013-tól lett ez bevezetett szakma Magyarországon. Tehát addig, mint szakma nem létezett Magyarországon, de művelték, csak mint szakmát az állam nem ismerte el. 2013-tól ismerte el, mint szakmát. Mit csinál egy coach? Az emberek problémáival foglalkozik. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Tehát mit csinál egy coach? Ugye azt mondtam, hogy az emberek problémáival foglalkozik. Hát szeretném megkérdezni, hogy neked az ismeretségi körödben, az ismerőseid között esetleg vannak olyan emberek, akiknek vannak problémáik? Nincsen? Egy se. Akkor inkább úgy kérdezném, hogy vannak olyan ismerőseid, akinek nincs problémája? Hát ez biztos, hogy nincs. Nem? Tehát az embereknek van problémájuk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az ember hogy működik ezen a téren?
Tehát régen az embereknek, mit tudom, élt valaki egy faluban, tehát úgy is lehetne mondani, hogy hol volt, hol nem volt, de hát most nem meseestét akarok tartani, hanem csak annyit, hogy mondjuk élt valaki egy faluba, nem volt rádió, nem volt tévé, nem voltak műszaki dolgok, csak ilyen alapvető dolgok voltak. És az embereknek nem sok problémájuk volt. Nem igazán volt párkapcsolati gondjuk, ha volt, akkor simán megoldották. Nem igazán volt gyerek problémájuk, ha volt, akkor simán megoldották. Nem igazán volt pénzügyi problémájuk, ha volt, simán megoldották. Nem igazán voltak betegek, nem igazán érte őket baleset. Nem igazán voltak nekik olyan jellegű problémáik, mint manapság. Nem nagyon tudták, hogy mi van a külvilágban. Nem fogadták magukénak a külvilág problémáit, de még a szomszédokét sem. Sőt, még a rokonokét sem. Tehát ami volt probléma, esetleg azt simán fogták, aztán így megoldották. De a mai világban ez valahogy, mintha nem így lenne. Na most mivel régen nem volt az embereknek problémájuk, most ez lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, ezáltal jó állapotban voltak. És az ember úgy működik, hogyha problémái vannak, nem tudom, volt már problémád életedben? Volt? Kinek volt már életében problémája? Aki nem jelentkezett, annak nem volt? Jó, tehát, és a probléma nem húzott le? Nem lettél tőle hirtelen rosszabb állapotban, mint előtte? Hát az ember így működik, hogyha kap egy problémát, akkor az lehúzza az a probléma, és rosszabb állapotba kerül. Na most hát ez nem is olyan gond, hogyha az ember fogja és simán megoldja a problémáját, akkor nem gond, mert akkor visszajön. Tehát visszajön a hangulata. Igen ám, egy ember olyan 2-3 problémával még elboldogul, mert a legtöbb ember ezt teszi, hogy el tud boldogulni 2-3 problémával. Tehát amikor a problémáknak nincs egy nagyon széles tárháza, akkor az emberek egymástól is megtanulják, hogy a problémát hogyan oldják meg. Vagy akár a gyerekek megtanulják a szülőktől, hogy hogyan kell egy-egy problémát megoldani, mert nincs sok. De a mai világban annyiféle probléma van, hogy az embereknek a probléma megoldó képessége az lassacskán egyenlő a nullával. Na most ezáltal, hogy nem nagyon tudják a problémáikat megoldani, tartósan rossz hangulatba kerülnek. Hát hogyha kimész az utcára és csak úgy mész a járdán és jönnek veled szembe emberek, akkor nem olyan boldog, mosolygós emberekkel találkozol, akik jönnek veled szembe és simán rád köszönnek, barátságosan vagy rád mosolyognak. Nem hiszem, hogy ilyeneket látsz. Sőt, azt látod, hogy az emberek ilyen lehorgasztott fejjel mennek az utcán, vagy ülnek a tömegközlekedési eszközön, vagy néznek ki a fejükből üveges tekintettel. Ha jön valaki szembe veled, akkor szinte észre se vesz. Tehát bele se tudsz nézni a szemébe, mert átnéz rajtad, mintha mondjuk levegő lennél. Hát ez nem egészen valami túl jó állapotot mutat az emberekről. Nem? Pedig hát az ember az egy társas lény. Vagy legalábbis annak kéne lennie, nem? Tehát azáltal, hogy az emberek nem tudják megoldani a problémájukat, mert nagyon sok problémájuk van, legalábbis a legtöbb embernek, ezáltal az ember úgy működik, hogyha tartósan jelen vannak a problémák, mindegy, hogy egy vagy több, akkor az ember tartósan rossz állapotba kerül, és ha az ember tartósan rossz állapotba kerül, akkor úgy marad. Akkor egy idő után hiába már nincs probléma, akkor is rossz állapotban van. De egyébként nem tudom, megfigyeltétek-e, ha egy ember rossz állapotú, akkor generálja magának a problémákat. Tehát saját maga létrehozza a problémákat. Na most akkor kérdezem tőletek, hány olyan helyet ismertek,
ahol arra tanítják meg az embereket, hogy hogyan előzzék meg a problémáikat, illetve hogyan oldják meg a problémáikat. No, kérdezem tőletek. Megmondom őszintén, én rajtunk kívül én nem ismerek más szervezetet. Tehát ahol konkrétan azt tanítják az embereknek, hogy hogyan előzzék meg a problémáikat, és ha netán-tán lennének problémáik, bármi, hogyan oldják meg. Tehát neked lehet akármilyen problémád, van rá megoldás. Csak ezeket nem az iskolákba tanítják. Tehát mondom még egyszer, akármilyen problémád lehet, van rá megoldás, sőt, módszer, hogy hogy kell ezt a problémát megoldani. Na most, hány ilyen helyet ismertek, ahol ilyeneket tanítanak? Nem tudom, hogy mennyire fontos ez esetleg ez a kérdés. Tehát, hogy az ember megoldja a problémáit, vagy megelőzze a problémáit. Mennyire fontos vajon? Tehát nem tudom, te hogy érzed magad akkor, amikor rosszul érzed magad? Akkor érzed magad jól? Nem hiszem. Nem? Tehát én nem hiszem azt, hogyha valaki rosszul érzi magát, az neki jó. Nem? Hát az ilyen, ha valakinek az a jó, hogy rosszul érzi magát, akkor az az elmebetegség, úgy hívják, nem? Akkor valami itt nem stimmel. Hát de ki kell menni az utcán és körül kell nézni. Hát az embereknek kell látni, hogy nem érzik jól magukat. És miért nem tesznek érte? Hogy jól érezzék magukat. Jó kérdés, nem? Az embernek van egy pár létszükséglete. Például az, hogy vegyél levegőt. Ha nem vennél levegőt, nem sokáig bírnád, nem? Nem eddig bírnád? Pár perc. Az is fontos, hogy az ember fogyasszon vizet, nem? Vagy legalábbis víztartalmú folyadékot. Hát ha nem fogyaszt az ember vizet, akkor egy pár napig bírja. Az is fontos, hogy étkezz, és tehát hogy táplálékhoz juss. Ha nem fogyasztasz táplálékot, akkor egy pár hét vagy egy pár hónap után földobod a talpadat. Tehát az is létszükséglet. De az is létszükséglet, hogy legyen rajtad ruha. Ha most ilyen hitekben mesztelen kellene kijárkálnod az utcán, elég hamar meghalnál, nem? Tehát a ruházkodás is létszükséglet. Az is létszükséglet, hogy az embernek legyen fedél a feje fölött, nem? Azért várok, hogy foglalj helyet, és a többiek ne rád figyeljenek, hanem rám. Jó? Főleg az újak. Oké? No szóval, lényeg az, hogy van egy pár létszükséglet. Tehát az is létszükséglet, hogy fedél legyen a fejünk fölött, nem? Tehát hogyha mondjuk mínuszban neked kint kellene aludnod a szabad ég alatt, azért nem biztos, hogy sokáig bírnád egészségesen, nem? Akkor az is létszükséglet, hogy az ember, amit bevitt, mondjuk vizet vagy táplálékot, azt kiürítse. Nem? Az is létszükséglet. És az emberek azt hiszik, hogy ennyi a létszükséglet. Na akkor kérdezem én, hogy miért születtél ide a bolygóra? Tudod, hogy miért születtél? Tehát miért születtél ide? Tehát azért, hogy a létszükségleteidet kielégítsd, és annyi? Ki az, aki úgy gondolja, hogy azért született, hogy a létszükségleteit kielégítse? Ezt tegye már fel a kezét. Nem. Tehát nem ezért születtél. Azt, vedd el egyelőre azt a papírt, mert a hölgy azt olvassa, jó? Azt a papírt, azt majd a szünetbe odaadod. Oké, köszönöm. Jó. Tehát lényeg az, hogy
nem azért születtél véletlenül, hogy boldog legyél. Tehát, hogy boldog életet élj. Tehát aki nem úgy gondolja, hogy azért született, hogy boldog életet éljen, az elmebeteg, én úgy gondolom. Nem? Annak valamit nem stimmel. Tehát minden ember azért született, hogy boldog életet éljen. Na ehhez képest úgy élünk. Nem? Kinek van valamilyen szakmája? Ki az, aki tanult valamilyen szakmát? Oké. Tanították a szakmádat? No, akkor nézzük, ne csak a szakmát nézzük, hanem nézzük azt a dolgot is, hogy tudsz késsel villával lenni? Sőt, tudsz egyáltalán enni? Igen. Ki tudod törülni a hátsodat? Persze. Azt mondja, hogy föl tudsz öltözködni? Igen. Kinek volt vagy van gyereke? Gyerek? Oké. Jó? Akkor akinek van gyereke, az tudja, hogy a gyerekét tanította arra, hogy tudjon öltözködni, tudjon enni, nem? Még azt is, hogy pohárból tudjon normálisan inni, még arra is tanítani kellett a gyereket. Nem? Nem veszed észre, hogy ha bármit most jól csinálsz, azért csinálsz jól, mert megtanítottak rá? Tehát azon kívül, hogy levegőt veszel, arra nem tanítottak. Másra mindent megtanítottak. Mindenre. Tehát azért tudsz enni, vagy akár szépen, tehát nem csak úgy, mint egy ősember, mert megtanítottak, nem? Azért tudsz szépen inni, mert megtanítottak. Azért tudsz felöltözködni, mert megtanítottak rá. Azért tudsz megmosakodni, mert megtanítottak rá. Tehát erre mindenre megtanítottak. És miből gondolod azt, hogy arra nem kellett volna megtanulni, hogy boldogan éld az életedet? Tehát miből gondolod? Tehát miből gondolod, hogy az, hogy boldogan éld az életedet, az így jön kútfőből? Hát ha így jönne, akkor minden ember boldogan élné az életét, nem? Tehát nem gondolod azt, hogy ha már egyszer azért születtünk, hogy boldogan éljük az életünket, és mivel az létszükséglet lenne, vagy nem az? Talán meg kellene tanulni, hogy hogy kell ezt csinálni? Nem kellene megtanulni? És hol tanítják ezt? Tanították neked az iskolában, mert nekem nem? Egyetlen egy iskolában se tanítják a bolygón. Egybe se. Tudod miért nem? Hogy ne legyél boldog. Tudod miért? Miért jó, hogyha nem vagy boldog? Azért jó, hogy nem vagy boldog, mert egy boldog ember az tudatos, és a saját életét éli teljes egészében. Egy olyan ember, amelyik nem boldog, az manipulálható. És azt csinálja, amit csináltatnak vele. Van itt olyan ember, aki alkalmazott? Ne tántán. Vagy alkalmazott volt, még nem volt nyugdíjas kezeket? Oké? Jó, te neked nem kellett volna föltenni a kezedet, mert ugye te a saját vállalkozásodban vagy alkalmazott. Jó, de most. Hát ugye csak a nyugdíjasokat azért kérdeztem, mert ugye ők éppen nem alkalmazottak, de azok voltak. Jó, tehát lényeg az, hogy voltatok, vagy vagytok alkalmazottak. És tudod, miért vagy alkalmazott? Vagy miért voltál alkalmazott? Mert arra manipuláltak, hogy az legyél. Mert különben, ha te képes lettél volna boldogan élni az életedet, akkor nem lettél volna alkalmazott, hanem vállalkozó.
Ugyanis ha megnézed, régen a társadalom 80%-a háború előtt, a második világháború előtt a társadalom 80%-a az vállalkozó volt, vagy saját földje volt, vagy saját üzlete. Most ez nem így van, most a 80% az alkalmazott. Elérték, hogy az emberek alkalmazottak legyenek. Tudod, mi egy alkalmazott? Az egy szolga. Tehát régen szolgának hívták az alkalmazott szerű működést. Tehát voltak régen az urak, voltak a kisbirtokosok, meg a kisüzletekkel rendelkező vállalkozók, meg voltak a szolgák. A lakosság 20%-a volt a szolga. Most a lakosság 80%-a szolga. Tehát most szolgák az alkalmazottak. Vagy nem szolgák? Hát csak nem úgy hívják. Ugye nem úgy hívják, de gyakorlatilag az, nem? Nem alkalmazott, az alkalmazott nem véletlenül szolga. Tudod, mit szeretnék? Hogyha felébrednél a Csipke Rózsika álmodból. Mert a legtöbb ember az ilyen Csipke Rózsika álmában él. Tehát azt hiszi, hogy az úgy jó, hogy van. És akkor mennyire vagy szabad? Akkor megkérdezem. Tudod, mit jelent a szabadság? A legtöbb ember még azt se tudja. Oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Most ezt megteheted? És azt csinálja a szabad ember, amit szeret. Azt azért még hozzá kellene tenni utolsónak. Azt csinálja, amit szeret. Nem amit muszáj. Meg amit talált. Hát sok alkalmazott azért dolgozik ott, mert azt a munkát találta. Nem azért, mert szereti, hanem azt találta, azt a munkát. Jó, akkor nem tudom, tudjátok-e, ha valaki nem tudja, újaknak mondom. Nekem van egy pár olyan képességem, ami a bolygón egyedülálló, vagy nem sok ember rendelkezik. Például olyan képesség, hogy ha valami olyan kérdés merül föl, ami még nem tanultam, nem tudom, akkor mondjuk vagy azonnal, vagy 3 percen belül megkapom a választ az élet és az ember működéséről. Tehát az élet és az ember működéséről 3 percen belül maximum megkapom a választ, ha olyan kérdés merül föl, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos. Hát ilyen nem sok van a bolygón, ilyen ember. És van egy másik képességem, hogyha mondjuk tanulmányozok valamit, vagy utána nézek valaminek, akkor megkapom válaszként, hogy mi a hazugság és mi az igaz. Tehát abban a részben mi az, ami hazugság és mi az, ami igazság. Nem én vagyok ilyen okos, hanem megsugják. Fentről. Eddig még egyetlen egy olyan alkalom se volt, hogy az ne lett volna igaz, amit sugtak. Tehát egyetlen egyszer se. Ezek a képességeim, ezek elég régen vannak, 10 éve kezdődtek. Lényeg az, hogy mikor 2002-ben kaptam egy olyan információt, hogy mi vagyunk az a szervezet. Honnan kaptam ezt az információt? Fentről. Hogy mi vagyunk az a szervezet, amelyiknek meg kellene csinálni azt, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ezt az úgy hívják, hogyha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, hogy aranykor. Tehát aranykor. Ezt az információt én továbbítottam a csapatom részére, hogy milyen információt kaptam,
De hát akkor még nem ilyen területtel foglalkoztunk, hanem más területtel, akkor éppen egy új piacvezetői pozícióba kezdtünk. És abba hagytuk az ilyen irányú tevékenységet, és csak a vezetőknek tanítottunk olyan tudást, ami ahhoz kell, hogy könnyebben boldoguljanak az életükben. És 2010-től elkezdtünk ebben fő tevékenységbe foglalkozni, hogy képezzük az embereket, hogy képesek legyenek a problémáikat megoldani, illetve megelőzni, az élethelyzeteiket minden helyzetben helyesen kezelni, a céljaikat megvalósítani, és képesek legyenek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát ezt elkezdtük 2010-ben. Kaptam olyan információt, hogy ha nem lesz aranykor, akkor mi lesz? Nem tudom, tudjátok újak, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz aranykor? Újakat kérdezem. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy egy fajnak csak akkor van létjogosultsága, ha képes az önálló túlélésre. Annak a fajnak el kell pusztulnia, amely nem képes az önálló túlélésre. Ezt nem tudom, tudod-e? Jelen állapotban az emberiség a pusztulás irányába halad, és nem a túlélés irányába. Ez nem tudom, elég világos-e, ha egy kicsit körülnézel. Minél rosszabb állapotban vannak az emberek, már pedig ez tendencia évtizedek óta, az egész bolygóra vonatkozóan, az egész emberiségre, hogy egyre rosszabb állapotban vannak az emberek, és az ember úgy működik, hogyha elkezd rosszabb állapotban lenni, akkor elveszíti az önállóságát, és képtelen az életének az irányítását önmaga rendezni. Jó, ez arra jó, hogy az emberek rabszolgák legyenek, csak arra nem, hogy a faj túléljen. Tehát hogyha a faj nem képes arra, hogy túléljen, akkor az elpusztul. Ugyanúgy, mint ahogy volt rá az emberiség életében elég sok példa arra, hogy eltűntek népek, mert képtelenek voltak a túlélésre. Na most, nem tudom, tudjátok-e, hogy hány év van addig, hogy a bolygón aranykor legyen? Ennyi? Nem. Nem. Így van. 16 év. Annyi van hátra? Nem. Az 53-at azért mondták, mert amikor kezdtük az egészet, akkor voltunk 20-valahányan. És túl rövidnek tűnt volna az idő, és kilátástalan lett volna az egész, és ha egy embernek valami kilátástalan, akkor reménytelen. Ezt elmondták, hogy ez azért lett a 2070 mondva. Mert kilátástalan lett volna akkor, ha azt mondták volna, hogy 2034. De add össze. Oké. Okay. 2034. Lehet, hogy azt mondod, hogy te 2034-ben ennyi éves leszek. Aha. És a gyereked? Vagy az unokád? Tehát ő nem tanulja meg addigra, hogy kell az aranykorban élni, tehát nem tanulja meg azt, hogy szeretetben, békében éljen, akkor megy a levesbe. Tudod, mit jelent a leves? Meghal. Nem tudom, észlelted-e, hogy a halálozások száma drasztikusan megnőtt az elmúlt 3 évben. És ez fog fokozódni. Tehát akinél azt látják a fentiek, hogy reménytelen, hogy bekerüljön az aranykorba, fogják és leállítják a szívét, ha fiatalabb, ha idősebb, akkor meg hagyják szenvedni. Nem vicc, komoly. Miért hagyják szenvedni? Mert ha megnézzük, elég sok bűnük van az idősebbeknek. Mi a bűn?
A bűn az azt jelenti, hogy olyan dolgokat tettek, amit, nem, amit bezzeg magukkal szemben nem szerették volna, ha mások tették volna. Meg elmulasztottak olyan dolgokat, amit nem szabad lett volna elmulasztani. Meg nem tettek meg olyat, ami a többség érdekét szolgálta volna. Vagy olyat tettek, ami a többség érdeke ellen volt. És ezeket úgy hívják, hogy etikátlanság. És nem a pokolba szenvednek az emberek, hanem az életük utolsó szakaszában. Nézd meg, nem hiszed? Nézd meg az időseket. Nézd meg, látsz? Találsz olyan időseket, akik mondjuk 100-ból hány olyan időset találsz, aki nem betegeskedik? Nem szenved? Tehát ez nem ijeszgetés, amit mondok, ez figyelmeztetés. Ami azt jelenti, hogy ezekre a dolgokra jelenleg nagyon nagy az esély. Tehát az az ijeszgetés, mikor gyakorlatilag nagyon pici az esély. A nagyon nagy esély azt jelenti, tehát például az, hogy úgy, ahogy vagyunk, emberiségként megyünk a levesbe, erre több mint 90% az esély jelen állapotban. És mi lesz veled? Úgy csak úgy kérdem. Tehát ha nem fejleszted magad föl az aranykor szintjére, nem tanulod meg azt, hogy hogy kell etikusan élni, és hogy kell szeretetben, békében és boldogságban élni, mész a levesbe. Meg mennek a gyerekeid is, meg az unokáid is, ha ők sem veszik a lapot. Ez azt jelenti, hogy 7 éven belül a bolygón el kell kezdeni a bolygónak az aranykor építését. 7 éven belül. Aha, hol vagyunk most ehhez? És te mit teszel azért, hogy legyen aranykor? Kérdezem. Még az sem teszed meg, hogy magadat képezd. Jó, nem? Jó kérdés, nem? Hát az egész úgy kezdődik, hogy az ember képezze magát, és utána tudjon segíteni másoknak is, hogy ők is képezzék magukat. Nem? Tehát eléggé föl kellene pörgetni ezt a dolgot, ugyanis 300 millió emberre van szükség, akik képesek a tudást átadni. 300 millió. Az elég nagy szám, nem? Tehát ennek a bolygónak a lakossága több mint 7 milliárd, de maradjunk ennél a 7 milliárdnál. Lassan 8 lesz, mindegy, 7 milliárd. Annak a 80%-a képes arra, hogy fejlessze magát. A 20% nem. A számot ki mennyi? 7x8, 56, 5,6 milliárd ember. Tehát át kell adni olyan tudást az embereknek, amit a mindennapokban tudnak használni. Mindennapokban. Akik itt tanulnak, azt látjuk, hogy elkezd az életük rendeződni. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb és kevesebb problémájuk van. Azt látjuk, hogy egyre könnyebben élik az életüket. Azt látjuk, hogy egyre boldogabban élik az életüket. Ráadásul még abban is segítséget kapnak, hogy van lehetőség arra, hogy legyen saját csapata, és legyen kint gyakorolni, ne csak egy elméletet vegyen igénybe, hanem gyakorlati módon is tudja igénybe venni a dolgokat, tehát gyakorlatban is tudja hasznosítani a tanultakat. Akiknek a tanuláson kívül a gyakorlás is fontos, tehát az elméleten kívül a gyakorlat is fontos, az létrehozhat egy saját csapatot segítséggel. Egy saját csapatot, aminek nincs korlátozva a száma. Tehát nincs korlátozva. És ez a fajta működés, amit úgy hívnak, hogy csapatszervezés, ráadásul
még biztosítani tudja az anyagi helyzetedet teljes egészében, hogy legyen elég pénzed. A képzések nem ingyenesek. Ez az első rész, ez ingyenes, de ez bemutató képzés. Konkrét módszerek itt nincsenek átadva. Az a coach képzésen van átadva a következő 3 évben. Havi 30 órában. Minden kedden és csütörtökön. És havonta 1 vasárnap. Következő majd április 15-én. Ez azt jelenti, hogy több mint 1000 óra a 3 év. 24 nagy témában adjuk át a tudást, és azon belül rengeteg kis téma is van. És mindenre kiterjedően, ami az élet és az ember működésére vonatkozik, abban tudást nyújtunk. És ha olyan kérdés van, amire még nem volt válasz, akkor 3 percen belül megkapom. Majd a második részben elmondok ezzel kapcsolatban egy történetet. Tehát lényeg az, hogy én ezt úgy gondoltam, hát nem úgy gondoltam, nekem ez a küldetésem, hogy meg kell azt csinálni, hogy ez az emberiség túléljen. Tehát meg kell csinálni. Nem tudom, tudod-e, hogy ez a 3. emberiség ezen a bolygón. Attól, hogy neked valamit nem tanítottak történelem órán, attól még az nem biztos, hogy úgy van, ahogy te tanultad. Mert a történelem órán nem tanították azt, hogy ez a 7. emberiség. És már volt 6. És mind a 6 emberiség eltűnt a Földről. De mindig volt túlélők, mindig voltak, akik tovább mentek a következő emberiségbe. És azzal elkezdték létrehozni a következő emberiséget. Tudod, mi a helyzet? Hogy nem lesz következő emberiség ezen a bolygón. Ami annyit jelent, hogy vagy felfejlődik arra a szintre az emberiség, hogy képes legyen az aranykorban élni, vagy nincs következő. Ha kell, a bolygót megszüntetik azért, hogy az emberiség kipusztuljon. Tehát ha az emberiség nem képes arra, hogy túléljen, nem tudom, tudod-e, hogy az emberben van egy lélek. Tisztában vagy ezzel? És nem tudom, tudod-e, hogy ez a lélek, ez egy igen fejlett lény. A testedhez képest mondjuk kb. 10 milliószor fejlettebb. Mondom, 10 milliószor. A testünk az csak olyan működésre képes, mint mondjuk egy állat működése. Azért tudsz emberként működni, mert van benned lélek. Oké? Az állatokban nincs. Vannak ilyen téves tanítások, hogy az állatokban van lélek. Hát ha az állatokban lenne lélek, akkor tudnának beszélni. És tudnának értelmesen cselekedni. De az állat csak ösztönösen tud cselekedni, értelmesen nem. Csak azt tudja csinálni, amire megtanították. Vagy amit genetikailag örökölt. Az ember viszont képes a gondolkodásra, és a lelked miatt képes a gondolkodásra. És ugye mivel van egy nagyon értelmes, mondhatni azt, hogy szuperintelligens lelked, mert az van, egy szuperintelligens, igaz, hogy a testünk korlátoz ebben az intelligenségben, tehát ez egy dolog. Tehát van egy szuperintelligens lelked, amelyik azért van itt a bolygón, ebben a testben, mert ez a bolygón minden megvan arra, hogy tanulj és fejlődj. A lelked, nem a tested. Attól, hogy nekem nem ezt tanították az iskoládba, meg nekem se, hát ez a személyes szociális problémánk, de az nem jelenti azt, hogy tudatlannak kell maradni. Na most, ez a szuperintelligens lény, amelyik bennünk van, ez eszméletlen dolgokra képes, ha nem ebben a testben van. De ebben a testben is képes dolgokra, méghozzá az, arra képes, hogy amire gondol,
Na erre varjál gombot. Amire gondol, az megvalósuljon. Tehát a te lelked az agyadon keresztül képes arra, hogy amire gondolsz, az létrejöjjön. Na ez a nagy probléma, vagy ez a nagy előny? Mert hogyha helyesen gondolkodunk, akkor jó dolgok jönnek létre. Csak az a baj, hogy az emberiség elkezdett helytelenül gondolkodni. És az emberiség nagy része az jelen pillanatban helytelen gondolkodik. És ez a helytelen gondolkodás által helytelen történések következnek be. És ezt nem tudom, tudod-e, hogy az egész univerzumra nézve a mi helytelen gondolkodásunk káros. És ha az ember nem fejlődik föl a helyes gondolkodásra, akkor óriási kárt okoz a gondolkodásával az egész univerzumra nézve. Mondok példát. Egy rossz állapotú ember rosszul gondolkodik, és nézd meg a környezetében lévő, saját tulajdonában lévő tárgyakat. Milyen állapotban vannak. Csak példaként mondom. Nézd meg egy jó állapotú embert, egy jó állapotú ember helyesen gondolkodik, és nézd meg a környezetében lévő tárgyakat, a tulajdonában lévő tárgyakat, amik teljesen jó állapotban vannak. Tehát az ember a gondolataival hat az anyagra, pozitívan vagy negatívan. És azért 7 milliárd ember gondolata egyáltalán nem csekély az univerzumra vetítve. És nincs az univerzumnak arra szüksége, hogy 7 milliárd negatív ember gyakorlatilag rombolja az univerzumot a gondolkodásával. Nem tudom, világos voltam-e. Tehát, hogy csak megértsd, hogy miről van szó. Tehát, ami annyit jelent, hogy vagy megtanulnak az emberek helyesen gondolkodni, és helyesen cselekedni, vagy nincs szükség a létükre. Világos ez? Tehát azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy úgy jó, hogy van, na, óriási tévedésben élnek. A legtöbb ember elég furcsa elképzelésű azon a téren, hogy az anyagért dolgozik. Az anyagért cselekszik. De az anyag az akármilyen furcsa a mi életünkben, az életnek csak a 40%-a. Sőt, a világegyetemre megnézzük az anyagot, akkor az anyag az nincs 0,1%. Nézd meg, hát nézd ki az űrbe. És az anyag van többségbe, vagy a látszólag semmi? Hát a látszólag semmi az sokkal nagyobb többségben van. Hát nézd meg, hány kilométerre van a következő égitest? 200-valahány ezer kilométerre? És nézd meg a holdtól, vagy mondjuk az utána következő égitest, hát mennyi kilométerre van? Tehát ami azt jelenti, hogy nincs 0,1 az anyag az egész univerzumra vetítve. Persze, te most az anyagban élsz, mert a Földön élsz, de akkor is jó esetben az életednek csak a 40%-át kellene kitölteni. És a legtöbb embernek az életének a 95%-át tölti ki az anyag. És akkor csodálkoznak azon, hogy az életük nem úgy alakul, ahogy szeretnék. Tehát, hogyha az emberek egy kicsit odafigyelnének arra, hogy a szellemiség mennyivel fontosabb, mint az anyag, akkor mondjuk olyan ezerszer könnyebben élnék az életüket. És azok az emberek, akik ezt így csinálják,
azok sokkal, de sokkal könnyebben élik az életüket. Mert hál' Istennek a bolygón vannak emberek, akik így csinálják. Csak az a baj, hogy nem annyira tanítják. Csinálják, csak nem annyira tanítják. Vagy csak egy bizonyos körnek. Tehát ketyeg az órád, meg mindenkinek az órája. Ketyeg. Tehát meg kell csinálni azt, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Nincs más út. Nem a pusztulás az út. Az nem út. Hanem a fejlődés az út. Nem a műszaki fejlődés. Az, hogy mennyire fejlődik, az teljesen lényegtelen a műszaki dolgok. Mennyire fejlődne. Az a lényeg, hogy te mennyire fejlődsz. Ez a kulcskérdés. Hát te mennyire fejlődsz. És a fejlődés alapja az a tudás. És a másik pedig a gyakorlás. Tehát a tudásnak a gyakorlása. Hát nehogy azt itt, hogy én most azért állok itt, hogy ijeszgesselek. Nem. Én tudom, hogy hogy lesz. Tehát eddig, amit előre megsúgtak, hogy mi hogy lesz, még kivétel nélkül minden bejött. Én általában olyan vagyok, ha valamit nekem megsúgnak, én azt továbbadom. Hát nem általában, nem mindig. Tehát akik régebben itt vannak, azok ismerik ezeket a sugásokat, mert továbbadtam. És még semmi nem volt olyan, hogy valami ne történt volna meg, amit súgtak. Megsúgták ezt a válságot is. Előre. És sok más egyéb dolgot. Tehát lényeg az, hogy tennünk kell azért, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát hiába akarod, hogy mondjuk te boldogan élj, hogyha a környezetedben lévők nem boldogok. Nem tudom, ez világos-e. Tehát ahhoz, hogy te boldogan élj, kell tenni azért, hogy a környezetedben lévők is boldogan éljenek. Tehát az ember egy kiválóan alkalmazkodó lény. És úgy éli az életét, hogy a környezete. Tehát hozzá alkalmazkodik a környezetéhez. Ha az emberek a környezetében boldogtalanok, akkor ő is boldogtalan. Ha az emberek a környezetében boldogok, akkor ő is boldog. Így működünk. Mi lett volna a mai témánk? Tudja valaki? Élni vagy csak lenni. Aha, legyen jó. Na most, akkor kérdezem. Mit látsz? Az emberek élik az életüket, vagy csak úgy vannak? Nem inkább azt látni, hogy csak úgy vannak? Tudod, mi az, hogy élni az életedet? Amikor onnantól, hogy felkelsz, odáig, hogy lefekszel, szereted, ami történt. Érted? Ez az élet. Ennek kellene lenni az életnek. Tehát felkelsz reggel, vagy akkor, amikor akarsz, lefekszel este, vagy akkor, amikor akarsz, és közte az történt végig, amit te szeretsz, minden részét. Érted? És most így élik az emberek az életüket? Nem. Tehát akkor most vajon élik az életüket, vagy csak vannak? És nem arra lennénk hivatottak, hogy éljük az életünket? Például azt tudod, hogy miért születtél? Minden embernek van egy küldetése. Tudod? Konkrétan tudod? Pontosan?
Hát akik itt vannak, azok tudják, mert meg... hát akik régebben vannak, te ugye most jöttél nemrég. Tehát akik régebben itt vannak, azok pontosan tudják, hogy miért született le. Még azt is, hogy miért abba a családba. Te tudod? És nem tudom, szeretnéd tudni. És hol fogod ezt megtanulni máshol? Ez csak egy része, mert a személyiség fejlődésünk része, hogy az ember tudja, hogy ki. Hát a legtöbb ember azért arra gondolt, hogy azért született, mert anyu meg apu összeadta az, ami volt neki. Hát a tested az ezért volt. És a többi? Hát te most mi vagy, a tested, ami látszik? Vagy ez a gyönyörű szép lelked? Melyik vagy? Inkább úgy mondanám, hogy csodálatos lelked. Mert az egy csodálatos dolog, amit úgy hívnak, hogy lélek. Hát a test az nem annyira csodálatos. A sérülékeny, betegségre hajlamos, rövid életű, nem? Nem egy csodálatos dolog, nem egy híres konstrukció. Ez nem egy jól sikerült valami. De a lelkünk az annál inkább. Az egy csodálatos dolog. Most be vagy zárva ebbe a testbe, amiben vagy. Mindnyájunk be vagyunk zárva. És nem jobb lenne, hogyha szárnyalni tudnál? Tehát ki tudnál szabadulni ebből a testből? Ez nem azt jelenti, hogy meg kell halni. Hogy úgy élnéd az életed, ahogy tényleg egy emberhez méltó. Tudod, mi az emberhez méltó működés? Tanul, teszi a dolgát, és átadja, amit tud. Mindent. És végig csinálja ezt az egész életében. Tehát végig tanul, végig teszi a dolgát, és amikor már valamit tud, már azonnal is adja át. És ezt egyszerre a hármat csinálja. Nem felváltva, a hármat. Egyszerre. Na ehhez képest nem tudom, hány embert látsz az ismeretségi körödbe, aki ezt csinálja. Hogy egyszerre tanul, teszi a dolgát, és adja át, amit tud. Pedig ez a dolgunk. Minden embernek ez lenne a dolga. De azt nem tudom, tudod-e, bizonyára próbáltad már, hogy milyen az akkor, mikor valamit létrehozol, valamit megteremtesz. Rossz érzés. Milyen az, amikor valakinek segítesz és megköszöni? Rossz érzés. Nem véletlenül, amikor azt mondják, hogy jobb adni, mint kapni, nem? Bár vannak önző emberek, akik állandóan csak kapni akarnak, és egyre többen vannak sajnos. De az emberi boldogság egyik feltétele, hogy az ember képes legyen önzetlenül adni. Tudod, hogy lehet önzetlenül adni? Ha az emberben önzetlen szeretet van. Ez a feltétele. Ha az emberben önzetlen szeretet van, akkor képes adni. Önzetlenül képes adni. De ehhez, ugye, hogy válogatás nélkül tudjon adni. Tehát úgy válogatás nélkül, hogy ne fogjon ki a szeretetből, meg az adásból, meg az energiából. Azt tudod, hogy nagyon nagy mértékű szeretet kell, hogy legyen az emberben? És most ezt látod környezetedben lévő embereknél, hogy nagyon nagy mértékű szeretettel rendelkeznek? Nem ezért vagyunk emberek véletlenül? Hogy szeressünk. És az emberek inkább gyűlölködőek, mint szeretet művelők, nem? Tehát mi
mindent, ami az élettel kapcsolatos, átadunk, jó? De ezt nem lehet egy hét alatt, de egy év alatt se. Tehát mi, lehet, hogy én azt mondtam, hogy 3 éves ez a képzés, de ez egy életre szóló képzés. Tehát ameddig itt vagyunk, tanulunk. Én is, csak én más forrásból. Oké? No, hát ennyi fér bele a mai első részbe. 20 perc szünet után lesz a coach képzésünk. Aki szeretne, első alkalommal részt vehet. Akkor, hogyha ugye van hozzáférése mondjuk az interneten, vagy ugye személyesen az más, mert ugye személyesen hozzáfér. Elnyomás feloldó coach képzésünk van. Ebbe belecsöppenhetsz és láthatod magát a coach képzést. Van egy szabály. Ott, ahol az emberek boldogtalanok, ott bőszen jelen vannak az elnyomók. És bőszen tevékenykednek azon, hogy az emberek ne érezzék jól magukat a bőrükben. Tudod, hogy kik az elnyomóid? Nem tudom, tudod-e, hogy az emberiségből minden, az emberiség 1/5-e, tehát 20%-a az elnyomó. De minden ötödik ember elnyomó. És ha egy elnyomó környezetében vagy, akkor elnyomott leszel. És ha az ember elnyomottként működik, akkor hajlamos arra, hogy úgy viselkedjen, mintha ő elnyomó lenne. Tehát ez olyan, mint a közlekedő edényelv, mikor tanultuk általános iskolába, hogy így itt nyomod le a vizet, és ott jön ki. Tehát ha valakit elnyomnak, az továbbadja a gyengébbnek. Akkor továbbadja a környezetében. Tehát így működik az ember. És ezzel ellen te mit tudsz tenni? Van módszered? Nekünk van. És neked honnan lesz módszered, ha nem innen? Tehát mondom még egyszer, ott, ahol az emberek boldogtalanok, ott jelen vannak az elnyomók. És nem a kormány az elnyomód, hanem az ismerőseid közt vannak az elnyomók. És ezeket hogy találod meg? Honnan tudod, hogy melyik az elnyomó, aki elnyomóként viselkedik, vagy azért viselkedik elnyomóként, mert őt is elnyomják? Honnan tudod megállapítani? Van rá módszered? Nekünk van. Hol fogod máshol megtanulni, ha nem itt? De én nem akarok semmire rábeszélni, mert a te életed. Te életed az a te életed. Mi tesszük a dolgunkat, és te ehhez vagy csatlakozol, vagy nem. Milyen egyszerű. De azt tudom, hogy bárhol, bármilyen képzésben elmész, hogy részesülj, sokszorosát fogod fizetni. Azt mondják neked, hogy mondjuk személyiségfejlesztő képzés, és fizes óránként mondjuk 2-3 ezer forintot. Minimum. Itt óránként a képzések 330 forintba kerülnek. Milyen képzést kapni ma 330 forinttel? Jó, eltér az első hónap, az 660 forint. Milyen képzést kapsz annyiért? Semmiért. Mert ez egy olyan összeg, amit bárki ki tud fizetni. Tehát bárki. Nekünk az a célunk, hogy legyen 300 millió olyan képzett ember, aki képes tudás átadásra. Mert különben nem lesz aranykor. És ha nem lesz aranykor, akkor ezt a bolygót törlik. Nem az emberiséget törlik, bolygóstól törölnek minket. Hogy véletlenül se legyen túlélő. Nem vicc, ez komoly. Tehát nem babra megy a játék. Tehát te azt hiszed, hogy
minden happy. Tudod miért hiszed? Mert itt van egy faj a bolygón, akármilyen hihetetlen, amely arra törekszik, hogy megszerezze a bolygót. Lehet, hogy erről te még sose hallottál, de mégis van egy ilyen faj, és őket nem ők nem emberek. Hoppá. És rajtunk keresztül akarják megszerezni a bolygót. És ez nem összeesküvés elmélet, meg ilyen hülyeség. Ez tény. Ez egy tény. És azért tart, azért megy lefele az emberiség, mert azok meg akarják szerezni alattomos módon a bolygót. Tehát nem nyíltan, hanem alattomos módon. És gondolod, hogy ezt a jó Isten, vagy a teremtők neked, attól függ, melyik a szimpatikus, hagyja? Hát nézd meg az embert. Ha el akarják venni mondjuk a házát, mit csinált a múltban? Fogta, inkább fölrobbantotta, nem? Hát nézd meg, mit csináltak. Napóleon megtámadta az oroszokat, fölégették az oroszok a falvaikat, hogy még élelmiszerhez se jussanak az oroszok, vagy a franciák. És ugyanezt csinálták Hitler időszakban is. Inkább fölgyújtották a falvakat. Csak hogy ne jussanak hozzá az ellenség. Hát ugyanez. Hogy ne jusson hozzá a bolygóhoz az ellenség, akkor inkább megsemmisítik a bolygót. Világos ez? De ez egy alapműködés. De akkor nem tudják megszerezni a bolygót, meg nem kell a bolygót megsemmisíteni, ha az emberiség elkezd magas frekvencián rezegni. És ez nem magunktól lesz, mármint nem úgy, hogy hirtelen csoda folytán elkezdünk magasabb rezgést is benne lenni. Nem így működik. Nem tudod, mitől lesz magasabb a rezgésed? Ha egyre jobb állapotban vagy. És tudod, mitől lesz egyre jobb állapotban? Hogyha egyre kevesebb problémád van. Milyen egyszerű. Mert egyre jobban kezeled az élethelyzeteidet. És minél jobb állapotban vannak az emberek, annál magasabb a rezgésük. És akik meg akarják szerezni a bolygót, azok alacsony rezgésű lények. És az alacsony rezgés nem fér össze a magas rezgéssel. És ha egy bolygón magas rezgésűek a lények, akkor az alacsony rezgésűek maguktól távoznak. Mert nem tudják kibírni a magas rezgést. Kibírni. Tehát nem véletlenül mondtam ezt a szót. De hát, hogy erről te nem tudsz, attól ez van. Oké, és azért van az, hogy folyamatosan az emberiség megy lefele, és egyre rosszabbul gondolkodik, és egyre rosszabb állapotban van, mert ez, akik meg akarják szerezni a bolygót, a maguk szintjére le akarják húzni az emberiséget. Oké? És ez nem utópia, meg nem mese, meg ilyenek. De az előző emberiség idejében éltek ezek az alacsony rezgésű lények. Fejlett lényekről van szó. Fejlettebbek, mint mi vagyunk. Csak úgy mondanám. Jó? No, de erről most részleteket nem mondok el, ha esetleg részleteket erről akarsz tudni, akkor van erről előadásom fönn a neten, a YouTube-on, rákeresel Szedlacsik Miklós, és mit tudom én milyen címmel, ott vannak fönn, és köztük van erről részletesen. No szóval, 20 perc szünet után kezdődik a coachképzésünk. Addig jó szünetet kívánok mindenkinek, és természetesen jó tanulást utána. Köszönöm a figyelmeteket, további szép estét, sziasztok!